Kedves nézőink, nem sokára Molnár Levente színművész lesz a vendégem, aki nemrég tért haza Európa legrangosabb filmfesztiváljáról, a Cannes-i fesztiválról, ahol a Saul fia című mozgóképes produkció, melyben Molnár Levente a főszereplőnek, Saulnak a barátját, Ábrahámot alakítja, elnyerte a zsűri nagy díját. Nézzük meg a díjazást, illetve néhány képkockát a filmről, majd Molnár Leventét várom ide. Pas tant de différence que ça. Et au bout du compte, comme à Monaco, à Cannes, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur pour le Grand Prix. Messieurs les Présidents, qui a obtenu le Grand Prix? Laszlo Nemes pour Saul Fia, le fils de Saul. Szükséged. De a főnökének van. Hova valósi vagy? Ungvárra. Ugyanolyan rab vagyok, mint te. Este kapsz 5 percet, hogy egyedül lehess vele. De a végén ugyanúgy elég a többivel. Mi a neved? Auslander. Saul. Tu, Rebe? Rabbi! J'ai essayé de parler de sujets graves à ma génération de parler de la destruction des Juifs d'Europe. Alors que ce continent est encore hanté par ça, merci de nous avoir soutenus quand on voulait faire ce film en pellicule. Pour nous, c'est l'âme du cinéma et la magie du cinéma. Sound of Soul is amazing. I've never seen anything like this. It's completely new, very strong and very different. I mean, this subject has been treated so many times, but this one is really particular, very specific, and the guy is so young. I mean, that's great for him. We wanted to celebrate also young people and young talents. Most az ájulás szélén vagyok, és aztán majd megpróbálok kicsit lehigadni. És hát az, hogy a zsűrinek is feltűnt a film, az mindenképpen egy
egy komoly dolog. Azon kívül, hogy a fesztiválon beszéltek róla, hogy eladtuk a világba mindenhol, hogy a Sonynak is nagy tervei vannak vele. A semmiből a filmes világ közepébe bekerülni, ez eléggé megrázó élmény. Most beszéltem egy picit kifelé a Joel Cohen-nel, és mondta, hogy nagyon gratulált, és azt mondja, hogy hol is kezdjem. És ez egy jó volt. De az volt a fontos, hogy beszéljenek a filmről, tehát ez emiatt egy, azt hiszem, hogy teljesítettük a feladatot. Hogy mit üzenek a magyar közönségnek? Hát legyenek nyitottak. Mindenkit üdvözlök, legyenek nyitottak. Kedves nézőink, Molnár Levente, barátok, ismerősök számára Kecske a vendégünk, és hát Kecske, engedd meg, hogy még egyszer gratuláljunk neked, már századszor. Isten áldjon meg, köszönöm nagyon-nagyon szépen, és én is szeretnék mindenkit köszönteni, téged és a kedves tévénézőket, és megköszönni már most mindenkinek a szurkolást, és a részt, azt, hogy részt vállaltak ebben az örömben. Még itthon mindig benne vagyunk, nem tudunk leállni, az az igazság. Kecske, ugye magáról a filmről, annak művészi értékéről, a díjról már százan beszélnek egyfolytában, megírták, elmondták, megmutatták, levetítették, stb. Mi most nem is erre vagyunk kíváncsiak, hanem rád, hogy te hogyan élted meg ezt a történetet. Lássuk, csapjunk bele. Hogyan készültél például? Én kíváncsi vagyok arra, hogy a ruhatárat szempontjából milyen volt az egész. Hát mégiscsak a vörös szőnyegen megjelenni egy ilyen mondén eseményen bárhogy nem lehet. És tudjuk azt, hogy milliókat költenek a vittek. Na most ez tényleg az van, hogy nagyon-nagyon sok ember segített nekem abban, hogy én ott lehessek. És hogy úgy lehessek ott, hogy remélem senkinek nem volt szégyenkezni valója miattam. Én annyit tudok mondani, hogy sikerült úgy intézni, hogy jól érezzem magam. De ehhez meg kellett csinálni a házi feladatot. Ez azért, hogy ott nyugodtan, amennyire lehet nyugodtan, de hogy nem azzal foglalkozni, amivel nem kell. A házi feladathoz hozzátartozott elég sok minden, többek között a ruha is. Az az igazság, hogy meg kell köszönjem például azt, hogy ez a smoking meglett, és így lett, ahogy, és gyönyörűen, és az, hogy ing és cipő, és zakó, és kétrend ruha, az mind, és itt most ez egy olyan reklám, ami megérdemelt, úgyhogy a Tudor Taylornek kell ezt megköszönni. De van még egy másik úriember, aki ugyancsak ilyen ruhák szintjén nagyon-nagyon sokat segített, az Konci István Kömpán, aki hihetetlen dolgokat csinál, és ő például segített egy fotózáshoz adott kölcsön dolgokat. Meg kell említenem azt, hogy a házi feladat része volt például az, hogy megépítsünk egy honlapot, fejlesszünk, és hogy egységes dizájnt, az a névjegykártyától elkezdve a honlapig, a minden, ez Ferenci Botinak nagyon-nagyon-nagyon nagy segítsége. Hogy mondjam, nagyon sokan, ott látom, tessék, például nem, az én ottani jelenlétem nem lett volna lehetséges a Román Kulturális Intézet nélkül. Az én ottani jelenlétem nem lett volna lehetséges, és most nem tévedek, hogyha Kós Ferenc nevét mondom, mert segítsége nélkül és a Zsoli cég segítsége nélkül nem lehettem volna ott. Ugyanolyan kizáró jellegű a történet, mert hogyha Balázs Attila barátom nem adja kölcsön az autóját, amin van egy ilyen tempomat, mert ekkora hosszú útra elmenni, elmegy az enyém is, nem az, csak tudtam azt, hogy elég hosszú, unalmas autópálya, egyszerűen autót cseréltünk, és elmentem az autójával, tehát ilyen rengeteg, nagyon sok, nagyon szép segítségben volt, és mind a mai napig van részem, és mondom, a ruha összeállítása, megint csak, mert hogy volt ruha erre külön az alkalom, de a saját ruháimmal is foglalkozom kellett, az
azt sem tagadom, hogy kifutottunk az időből elég rendesen, és egyszerűen nem volt időm arra, hogy kimosni a ruhákat, volt időm, de az, hogy inget vasalni, meg ilyeneket már nem, úgyhogy bent segítettek a színházban. És ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm az öltöztetőknek, hogy segítettek kivasalni. Tényleg indulás előtti este, soha nem csináltam még ilyet, de egyszerűen nem volt más megoldásom. Közben egyéb dolgom volt, beütem, azt mondtam, hogy istenetek, ma vasaljátok ki az ingeimet. És megcsinálták. De ilyen dolgok is voltak, és ez mind hozzátartozik. És tényleg hálás vagyok. Hát ez már önmagában annyira szép, hogy már csak ezért megérte. És akkor eljutottál a piros szőnyegig, ugye Balázs Attila lelkész úr. Autójával. Összeállított ruha kollekcióval, segítséggel, mindenfélevel. De nem jutottam el olyan egyszerűen különben, mert az úgy volt, hogy mivel nem tudtam biztosan, hogy mikor kell visszaérnem, azért kellett az autó. Nem tudtam megmondani, mikorra vegyenek repülőjegyet vissza. Erre utolsó pillanatig tényleg megpróbáltunk repülővel menni, de nem lehet. Tehát akkor kellett az autó, akkor hány utolsó... kilométer van, Káni? Hát Jézusom, te levezettél a... És az az igazság, hogy kétszer voltam Kánban az idén, de szép alasan. Mert kellett rohannod haza, hát nem Budapestig, volt, hogy, és nem, mondom vissza. Az elejétől. Tehát jó. Az elején volt idő menni, azt mondtam, hogy akkor jó, ha nem tudom, mikor kell enni, akkor csinálunk az útból. Az útból is élményt, úgyhogy 2,5 nap alatt értem le Cannesba. Útközben találkoztam rengeteg jó ember. Próbáltam embereket tájékoztatni arról, hogy mi történik éppen. Matarat lehetett velem fogadni, mondjuk ez a legkevesebb, ez a legfinomabb kifejezés, hogy tényleg az. És gyönyörű helyeken mentem, nem kellett sietnem, megérkeztem, meg volt a bemutató, itt jött akkor az a 15-én jött az, aminek az egyik csúcspontja a napnak a vörös szőnyeg volt, de az a nap nem a vörös szőnyeggel kezdődött, mert az a nap az egy ébredéssel kezdődött, és ami után pedig volt egy ilyen fotokoll, így hívják, az, amikor fotózás van, és akkor felmentünk a fesztivál palota tetejére, ott is van egy érdekes történet, mert szinte nagy sikerre... volt még piros szőnyeg, vagy nem, vörös szőnyeg. De ott a szinte nagy sikerre lekéstem, szerencsére nem, de hogy ott volt egy fotózkodás, utána volt egy sajtótájékoztató, ami megint egy érdekes pillanata volt a napnak, aztán jött egy kicsi ebédszünet, és aztán jött a beöltözés, és a vörös szőnyeg. És akkor autóval vittek, egész nap hoztak, vittek minket, és akkor megint utánunk jöttek az autók, beültettek, és akkor volt a menés oda, hát mit mondjak? És akkor hogy van ott, hogy az autóból, amikor már a vörös szőnyeghez jutsz, akkor egyből arra lépsz ki a vörös szőnyegre? Hogy áll ez úgy, hogy azt az ajtót nyitják ki, hogy egyből oda lépsz. Egyből oda lépsz, és akkor... Bambi a jégen, próbálj meg nem elesni. De hogy én folyamatosan attól izgultam forma, mielőtt oda kerültem volna, hogy ez lehet, hogy tényleg ilyen izgulásos történet. Hál' Istennek nem. Élvezted, fogadjuk. Én azt, inkább azt tudom mondani, hogy sikerült örülnöm neki, és ez egy nagyon nagy dolog számomra, és ez remélem, hogy átjött. Megint csak azt mondom, hogy... Remélem, senkinek nem volt szégyenkezni valója miattam, sikerült jól érezni magam, és ezt szerettem volna, hogyha ez a dolog átmegy. Nagyon fontos pillanat az életemnek, mindjárt elmúlt, tehát hogy most már azért lassan engedik. Ez még sokáig fog tartani. Jó, én most dolgozom, és ez nagyon jó nekem. De, és utána bementünk, tehát mentünk jobbra fotózkodás, balra fotózkodás. Menjünk gyere végig a vörös szőnyegen. Most azt csinálhatod. Kikkel találkoztál? A vörös szőnyegen a barátaimmal, a kollégákkal, akikkel dolgoztunk. Hát jó, de ott vannak hihetetlen hírességek is voltak, akikkel lehet, nem is álmodtál arról, hogy szembe mész velük, ezt az egészet, két szót válthatsz velük. Ez az egész egy olyan megvalósult. Volt? Ez az egész egy olyan megvalósult álom, amit én meg nem álmodtam. Ez legyen mindenkinek, nekem is elsősorban, és mindenki másnak kristálytiszta. Az, ami engem most itt ért, és aminek nagyon örülök, hogy együtt tudunk örülni, amikor azt mondom, hogy ezek után tényleg eddig is azt mondtam, de most aztán végképp, tehát bárkivel bármi megtörténhet. Ha velem ez megtörténhetett, akkor bárkivel bármi megtörténhetett. És tudom, hogy mit mondok. És nem tudok elég hálás lenni a sorsnak ezért, és ne féltsen senki, nem vagyok elszállva, ekkorát nem lehet dolgozni, ehhez egy nagyon nagy adag szerencse kell, szerencsés. Csillagállás, véletlenek sorozata, minden, vagy lehet ezt tudatosan is csinálni,
Ez engem így elkapott, elfújt, visszahozott című történet. De egyet mondjál nekem. Sophie Marceau-ra nagyon kíváncsi vagyok. Ő nagyon elismerően nyilatkozott a filmről. Milyen élőben, milyen közelről? Pontosan ugyanolyan, mint ahogy a tévében is látszik. Hihetetlenül őszinte, hihetetlenül nyílt, és az, amit mond, azt mondja, amit hisz. Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Hogy lehet ezt csinálni? Egy szép ember. És valószínűleg jó ember is. Nekem ezt az érzést keltette. A tehetségét remélem, hogy senki nem vonja készségbe. De hogy mondjam? Jó. Hihetetlen. Öröm. Köszönöm. Ezek azok a szavak, ami még most is így eszembe jutnak. Most, amikor Kolozsváron beszélgetünk, és Tiffen beszélgetünk, és olyan fáradt vagyok, hogy esik ki a szemem, mert egész nap futkorászunk, és nagyon szeretem ezt a csapatot, és nagyon szeretem ezt a fesztivált, és nagyon szeretek dolgozni, és rendesen szükségem volt arra, hogy álljak neki dolgozni. Na, van benne részem. Na, akkor beszéljünk erről. Ugye most egyik fesztiválból a másikba pottyantál, hát itt van a TIFF, aminek te aktív részese vagy évek óta. Igen, és megtisztel. És most is dolgozol. Igen. Jól tudom, jól, mit dolgozol nagyon, idén? Nagyon-nagyon jól tudod. Most is például éppen kell termet, padot, asztalt, mindenféle eszközöket keresek ahhoz, hogy például azok az emberek, akik a Tizen a filmért című projektben benne vannak, azoknak mindenük meglegyen azért, hogy jól tudják érezni magukat, és rendesen tudjanak dolgozni. A Tizen a filmért, azt, ha kell elmesélem, ha nem, de szerintem már egy projekt, amiről tudunk. De fogunk majd erről beszélni a következő tudunk, adásainkban is. Topa Gábor, amiről tudunk, az, hogy színészeket, kevésszer filmben előforduló színészeket, vagy eddig még egyáltalán filmben elő nem fordult színészeket, de akikről tudjuk, hogy tehetségesek, azokat az embereket szeretnénk felkészíteni arra, hogy hogyan kell ezt a dolgot, hogyan lehet, több változatot is mutatunk, és amikor mutatunk, akkor a meghívottak érkeznek, és olyan meghívottak, akik, hogy mondjam, tehát akkor a filmrendezők, casting igazgatók, ebben a projektben az idén az egyik legnagyobb örömöm, és az, hogy Nancy Bishop itt lesz, és hogy fog tartani egy nagyon gyors és nagyon hatékony fejlesztő találkozást ezekkel az emberekkel. Igazából még azt se tudjuk, hogy mekkora öröm ért minket. Tessék meggooglizni ezt a nevet. Akit esetleg érdekel. Tehát csak azok, akik érdekelnek, ez egy olyan nő, aki az Európában forgó amerikai nagyjátékfilmek elég nagy részéhez köze van, és tart mesterkurzusokat szerte a világban, és most itt lesz Kolozsváron, Tiffen, sikerült őt idehozni, szeretettel jön, és adni akar tudást, és fejleszteni akar tehetséget. Erről pénteki adásunkban még beszélünk. Köszönöm. És hogyha lehetek én részrehajló, van favoritunk az idén, Albert Csilla. Hajrá! Hajrá! Hajrá. Én pedig nem lehetek most részrehajló, nekem egytől egyig mindenki, aki itt van, ugyanolyan fontos, ugyanolyan kedves, és ugyanannyira szurkolok neki, és mindent megteszek annak érdekében, hogy egy olyan pár napban legyen része, aminek utóhatása is legyen, és amikor azt mondom, hogy hasznot húzzon belőle, akkor a lehető legjobb értelemben mondom, itt a lehetőség, exponáljuk az embereket, találkozásokat biztosítunk nekik, és tanítjuk azt, hogy mi az ennek a szakmának, mi az a része, amit tudatosan lehet, sőt, kell csinálni. Látom, hogy ilyen szürreális történések után nagyon nagy örömmel és pillanatok alatt visszazökkentél a munkás hétköznapokban. Nem, nekem rendesen szükségem van arra, hogy dolgozok, és hogyha engem most ebbe a fesztiválba, mert ugye nagyon kedves barátokká váltunk itt most fesztiválcsapatként, és mondták, hogy Kecske, meghívottként vagy jelen, és ünneplünk, és ünnepelsz, és jól érzés, rendesen meggyőző munkát kellett
vagy csak azért, hogy ide figyeltek. Nekem ahhoz, hogy itt ez a cucc, az a negyed neuron, ami még valamilyen szinten működőképes, az még valahogy egyensúlyban maradjon, nekem ahhoz most dolgoznom kell, és hogyha ti ezt most nagy-nagy kedvességgel, de mert tényleg vigyázással és őszinte örömmel azt mondjátok, hogy én veszek egy kapát, és kimegyek, nem tudom mikor, valamikor most kell a második kapálása Málénak, azért mondhatod, hogy nem, nekem most őszintén mondom, hogy nekem rendesen szükségem van arra, mert így betekintést nyertem egy más világba, ennek az iparágnak az egyik csúcsába, és én ettől nem szeretnék megbolondulni. Megmondom őszintén. Vigyázzunk rád, Kecske, adunk munkát neked. Kérlek szépen, kérlek, erre van szükségem. Egy mondatra van időnk, csak jó, egyetlen egy meg, a hangzócsoda. Igen, hangzócsoda, kamerába fordul. Szeretteim, vasárnap nagy-nagy szeretettel várunk benneteket a hangzócsodára. A hangzócsoda... Van neki egy Facebook oldala is, semmi egyébről nem szól, mint okot adunk egymásnak az örömre, az együttlétre. Demény Péter verseit olvassuk, szeretettel várjuk, hangzó csoda vasárnap. Facebook, nézzetek utána, és gyertek. Ha ez az egy kérésem van, akár Kánból is, gyertek. És aki még gratulálni akar Kecskének, vasárnap megtalálja. Találkozunk vasárnap. Nagyon köszönöm, szépen, hogy itt köszönöm. Voltál.